A Mi Hazánk mozgalom számára döntő fontosságú az a mintegy 4,5 millió magyar munkavállaló, akik tulajdonképpen a hátukon viszik ezt az országot, akik nélkül nincs semmi. Úgyhogy nemzetstratégiai fontosságú kérdésnek tekintjük, hogy ők hogy vannak megbecsülve, a megélhetésük hogyan van biztosítva. Az elmúlt 30 évben, akár a Fidesz, akár a balliberális oldal kormányait nézzük, mindig azt láttuk, hogy a multinacionális tőkét szolgálták ki, és sohasem a magyar dolgozó volt az első. Ráadásul most a mesterségesen kreált válságban még nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar munkavállalók. Ugyanis egyre inkább elértéktelenednek a fizetések, holott Európában már eddig is sereghajtók közé tartoztunk fizetések tekintetében, a munkakörülmények rosszak, az elmúlt 12 évben pedig a kormány a szakszervezetiséget teljes mértékben ellehetetlenítette, és most ráadásul sajnos olyan előjeleket látunk, hogy eljöhet újra a munkanélküliség kora Magyarországon. Ugyanis a rezsiszámlák nem egyszerűen magasak a magyar vállalatok számára, hanem megfizethetetlenek, nem tudják kigazdálkodni, így azt mondják szakemberek, hogy döntő változás állhat be a munkaerő piacon néhány hónapon belül, és megnövekedhet a munkanélküliség. Egyes pesszimista becslések szerint akár tavasszal 500 ezer munkanélküli is lehet Magyarországon. Többek között ezért kezdte meg a Mi Hazánk mozgalom október 24-én a tüntetéseket, félpályás útlezárásokat országszerte, mert a kormány egyetlen gazdasági jellegű javaslatunkat sem fogadta meg. Nem törölték el a rendszerhasználati díjat, a rezsiszámláknak az áfáját, sőt a nyár óta ezek még emelkedtek is. Ez pedig nem lehet szó és tett nélkül hagyni, mert minden magyar felelős minden magyarért, a Mi Hazánk mozgalomnak ez az alapelve, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy nyomás gyakorlással rábírjuk a kormányt arra, hogy fogadja meg válságkezelő javaslatainkat. Köszönöm.